Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, Diákhitel Központ nevében. Sokszor úgy érzem, hogy nem kell beszélni a Diákhitel Központról, mert szerintem az elmúlt 8 évben, amióta mondjuk így megújult a Diákhitel, ma már szerintem mindenki tudja. Az egy más kérdés, hogy nem veszik olyan mértékben igénybe, mint a 2001-ben, amikor az első Orbán kormány ugye megalapította a céget 100%-os állami tulajdonban, hogy mindig megkérdezik, hogy miért nem hitelez más diákot. Nagyon egyszerű bankárként a válasz, hogy 18 éves emberről egyetlen egy bank sem tudja, és nem tudja, hogy mi lesz belőle, nincsen fedezet mögötte. Ez az a hitel, ami gyakorlatilag állampolgári jogon jár minden diáknak, aki a magyar felsőoktatásra bekerül. Azoknak a diákoknak is jár, akik egyébként EGT tagországból tanulnak Magyarországon. Ez egy másik kérdés, hogy ők alapvetően nem veszik igénybe, mert őket másképp látják el. És nyilván, hogy a rendeltetése a cégnek 17 év alatt semmit sem változott, hiszen ezt alapvetően az esélyegyenlőség kiegyenlítésére hozta létre annak idején a kormány. És hát ugye büszkén el szoktuk mondani, hogy közel 400 ezer ma az a hallgatói létszám, aki igénybe vette ezt a hitelt, de azért akár a Kovács professzor úrra, vagy akár az Andrásra sok, úgy mondjuk, bennem is kevergett gondolatok, azokat megosztanám Önökkel. Igazán nem arról fog beszélni, miért jó a diákhitelbe fek, vagy miért kell diákhitelt felvenni, hiszen nem ez a célunk, hanem inkább az, hogy mi pontosan azért, ugye egyfelől egy pénzügyi intézmény vagyunk, közel 300 milliárd mérlegfőszegünk van, 270 milliárd hitel van kint ma Magyarországon, közel 200 ezer diáknál, 140 ezeren, 150 ezeren visszafizették ezt a hitelt. Mindig elmondjuk, hogy ez azért nagyon szép dolog, ugye azt is halljuk nyilván, hogy a diákhitel megnyomorít és egyéb. Ugye véleményeket lehet olvasni adott esetben, de én mindig azt mondom bankárként, ez az a hitel, ami kvázi ugye a nyugdíjkorhatárig kell visszafizetni. Ilyen hitel azért nem létezik, ami mondjuk így 25-30 év. Ennek ellenére mégis a 17 év után, és az első törlesztők azért 4-5 év után jelentkeztek, ezt a hitelt az egyharmada, több mint az egyharmada, majdnem 40% visszafizeti, ez pont nyilván azt jelzi, hogy egy sikeres termék, de nyilván mint minden terméket meg kell újítani, és a megújítás során azzal is szembesültünk, hogy azért 17 év alatt nagyot változott a világ, azért csak arról, ugye Y-generációról beszéltél, meg van Z-generáció. Körülbelül 2008-ban ért be az az Y-generáció, ugye a felsőoktatásba, aki tökéletesen másképp gondolkodik a pénzügyekről. 2008 ugye a válság, és ha csak mondjuk a diákhitel számait nézem, akkor gyakorlatilag 2010-ben a 300 ezredik hallgatót köszöntöttük, tehát volt egy dinamikus fejlődési időszak, és ugye most azt mondom 2008 áprilisában, hogy közel járunk a 400 ezerhez, ebből látható, hogy azért ebben a 8 évben azért a harmada vette igénybe, ami nyilván nagyon sok kellett elemeznünk, hogy ez miért történt, és nyilván én alapvetően nem a terméknek a hibája, az eredménye, hiszen ez egy tényleg egy sikeres termék, ráadásul Diákhitel 2-t 2012-ben azért emlékszünk rá, akkor még diáktüntetések és egyebek voltak, magyar költségvetés be fog dőlni, hiszen ez az a hitel, amit ugye a magyar állam 2% fölött teljes mértékben a diák helyett fizette vissza a kamatot, de ugye tavaly a kormány arra is döntött, hogy olyan sikeres az a termék, és olyan jó nyilván a magyar költségvetés helyzete, hogy ma 0%-ért adja ezt a hitelt. Ez pont azt jelzi, hogy ez egy tényleg egy jó termék. Viszont nekünk meg azt kellett megnézni, hogy kik azok, akik igen, nyilván igénybe veszik a hitelt, az egyetem főiskolakerülők, de nyilván így nagyon fontossá vált a középiskolásoknak a megkeresése. És az utóbbi években az is kikristályosodott nekünk, hogy azért nem a diák dönti el nagyon sokszor azt, hogy ő fölveszi a hitelt, hanem ez a, te is mondtad, egy vasárnapi ebédnél vagy egy délután beszéli meg a család, hogy egyáltalán kell-e hitel, nem kell hitel, és azért ne felejtsük el, azért tudjuk jól, pontosan azért több mint 1 millió embert érintett
a svájci devizahitel, és ez nagyon megrengette az egész társadalmat, és alapvetően a diákokat rengette meg, hiszen a szülőknél látták, hogy mekkora drámát okoz, és ma azért el tudjuk mondani, ami mondjuk nekem nyilván egy, hogy mondjam, teljesen másképp gondolkodom róla, mint bankára, a hitel azért Széchenyi óta tudjuk jól, hogy előre visz, de ugye ez a korosztály ez ma azt látja, hogy semmilyen hitelt nem akar fölvenni, az 50%-a. Nem úgy diákhitelt, semmilyen hitelt nem akar fölvenni. És ezért azt mutatom be igazán, hogy mik azok az eszközök, és mit próbáltuk, mi az, amiben nekünk mozogni kell, de gyakorlatilag nem csak nekünk, hanem minden olyan pénzintézetnek, aki hitelezéssel foglalkozik. Az első, amit nyilván szerintem nagyon egyszerű, bármi több kutatás is, amit 2015-ösre hivatkozunk, de folyamatosan biztosító pénzintézetek is kutatják, és az egyik alapvetően nem érdekli ugye a fiatalokat a pénzügyek. Ezt azért én úgy szoktam bizonyos, amikor egyetemen előadok, akkor meg szoktam kérdezni a diákokat, hogy egyet képzeljenek el, ha papakártyáját kiveszem a rendszerből. Tehát, hogyha nem finanszírozza őket, akkor mindjárt döbben csend van. És akkor nyilván a mi korosztályunknak ez egy teljesen természetes, nekünk nem volt papakártyája, de ha ezt kiveszem, akkor a diákok sokkal pénzügyileg tudatosabbak lesznek, elkezdenek gondolkodni a hitelről, másképp fognak vélekedni, dolgozni fognak. Azért ma látjuk, hogy a gazdasági eredmények, és ami, ahogy az ország mostani helyzetében van, a diákoknak nagyon, jó, nagyon sok része úgy segít adott esetben, nem csak saját magán, hanem a családján, hogy nem... Vagy fölvesz diákhitelt, vagy diákhitel mellett plusz még dolgozik. Egyébként ez a egyik, tehát a diákhiteleseinknek, ami érdekes, hogy mellette még dolgoznak is. Tehát nem elég a hitel, hanem még dolgoznak. Ezzel nyilván nagyon sok terhet vesznek le a családról. A másik pedig az, hogy nagyon sok diák pedig úgy gondolja, nem akar adóssággal kezdeni, és ő dolgozik. Ami nyilván visszahat adott esetben a teljesítményére, azt is hát, oktatók tudják egyetemen, főiskolán, hogy azért passzív hallgatóknak az aránya az bődületesen magas van Magyarországon, pontosan azért, mert nyilván nem akarnak eladósodni, szüneteltetnek egy fél évet, vagy kell szüneteltetniük, és közben dolgoznak. És akkor nyilván nem 4-5 év alatt végzik el azt, amit el kéne végezni. Nyilván ez egy összetett probléma. Azt viszont látható, és ebből az ábrán szerintem ami a legfontosabb, és azért különböztettük meg, hogy középiskolás, diákhitelre rendelkező, ugye alapvetően úgy gondolják, hogy a fiatalok, hogy értenek hozzá, de azért a masszívabb az, aki igenis, meg nem is, és szerintem pont ezért nagyon fontos, amit amiről már szó esett, hogy a kormány egy 7 éves stratégiát csinál, és majd szerintem a alakuló kormány majd fogja tárgyalni és véglegesíteni fogja ezt a stratégiát, ami kifejezetten arról szól, hogy pénzügyek tudatosabb embereket kell nevelni, és már most gimnazista korban kell őket olyan tudáshoz juttatni, ha tetszik, ha nem, amire nekik később szükségük kell, hogy legyen. A felső az egyetem, és az alsó a középiskola. Nyilván az, aki egyetemi főiskolán van, nem csak azért, mert érettebb, hanem nyilván egész másképp kell, hogy lássa a világot. Azért ő neki már félig meddig azért önjárónak kell lennie e tekintetben. Ugye látjuk, hogy megtakarításban nyilván jóval nagyobb mértékben gondolkodnak, vagy a spórolás, megtakarítás, vagy inkább spórolás, ugye az, amikor valamire spórol. Tehát a megtakarítás az egy hosszú távú gondolkodás. Nyilván nem ez a, és a befektetés nyilván ennek a korosztálynak nem is kell, hogy mondjam, a fő gondolat áramába legyen, de már itt is azért 30%-ban megjelenik. Ugye fontos, beszéltünk, vagy beszéltek előttem ugye a tanárokról, oktatásról, mi is nagyon tapasztaljuk, és ugye évek óta majd látni, majd egy külön szlájd fogja mutatni, 2013 óta, középiskolákba eljárunk, és gyakorlatilag ilyen pénzügyi órát tartunk. Alapvetően nem a diákhitel, mondjuk így a diákhitelt vegyék igénybe a diákok, hanem tényleg a pénzügyi tudatosság, megmutatjuk ezt a lehetőséget, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a hitel, ez tényleg egy olyan hitel, ami befektetés a jövőbe, hiszen ez az egyetlen dolog, amit saját magamba fektetek, és nem máson fog múlni az, hogy vissza tudom fizetni. És itt ezeken a előadásokon tapasztaltuk alapvetően, hogy a középiskolai tanároknak teljesen más attitűdjük van a hitellel. Ők nem igazán
és ez 2013 és az utána lévő években volt igazán jellemző, nem igazán támogatták, tehát hogyha egy diák megkérdezte, hogy mit csináljon, akkor gyakorlatilag lebeszélte, hiszen ez eladósodással jár, és nyilván ez a 2008-nak is a mellékterméke volt, tehát nagyon nehéz volt adott esetben a diákokkal is szót érteni, mert ők egész mást hallanak, mást hallottak otthon és a tanártól is ugyanazt hallották, ami nyilván adott esetben egy diákot elbizonytalanított. A másik az, ami szintén ugye ez a bizonytalan jövő, ami nyilván természetes, nincsen semmire se garancia, és minden diákot az érdekli, hogyha elmegy bárhova tanulni, akkor neki állása legyen. A mai világ az nem erről szól, és ebben én azt gondolom, hogy a legnagyobb érték az a tudás. És minél többet tud valaki, minél több ismeretet szert, és nyilván, ahogy te is mondtad, Tamás, hogy motivált, tehát hogy ha valaki motivált, akkor azért kell, hogy motivált legyen, mert nagyon sok versenytársa van, azért a robotizáció nem, tehát a mai világ az nem pontosan azt követi, hogy nagyon könnyű lesz elhelyezkedni, de viszont, hogyha több nyelvet tudok, magas ismeretekre teszek szert, akkor sokkal könnyebben el tudok helyezkedni, és egyébként mi is elmondjuk mindig, hogy azért, ha valakinek diplomája van, ugye van ez a rész, ugye két diplomája van, és mégsem jut semmire, csak én mindig halk hozzáteszem, milyen az a diploma. Azért, amikor a Londonból, ugye nagyon sokan ugye kint dolgoznak, és mindig elmondják, hogy azért, mert itt nem tudtak keresni, azért azt halkan megjegyezném, egy jó része ezeknek a Londonban dolgozóknak diplomások, csak olyan diplomájuk van, amit gyakorlatilag semmire sem jó. Nem, hogy Magyarországon, Angliában sem, vagy máshol sem tudják használni, tehát nagyon fontos, hogy amikor valaki jövőjéről gondolkodik, akkor például ne azért menjen állami ösztöndíjat nyújtó képzésre, mert az kvázi ingyen van, lehet, hogy sokkal jobb, hogyha diákhitel 2, tehát egy önköltséges képzésre megy, amire adott esetben diákhitelt is fölvehet, sokkal jobb, mert sokkal jobb tudásra fog szert tenni. Ez is egy nagyon érdekes dolog, és a másik az pedig a számok egyértelműen mutatják szert mindenhol, tehát bárhova megyünk, Amerikába, Európába, Magyarországon, minimum a duplája egy diplomás pályakezdőnek a bére egy középiskolát végzetthez képest, vagy egy szakmunkáshoz, és nyilván nem lebecsülve, de az összehasonlítás, és ez az olló, ez nyílik. Tehát ahogy az évek nőnek, és ahogy mondjuk előrébb megy egy diplomás, akkor ez az olló, és ez kvázi szinte minden szakmában így van. Úgyhogy mi azt mondjuk, és ezért mondjuk, hogy befektetés a jövőbe, megtérül. Azon kívül, hogy lehet minket látni, és nyilván amikor a hitelfelvételi időszak van döntően, a augusztus-szeptember, és lehet minket hallani marketing kommunikációs eszközeink mellett, tehát a médiában lévő eszközeink mellett részt veszünk személyesen is az egyetemeken, főiskolákon, gólyabálokon, nyílt napokon, regisztrációs heteken, edukációkiáltáson, és gyakorlatilag az látható, hogy az elmúlt 6 évben azért nagyon általában 30-35 ezer ember tudunk személyesen megkeresni, és nekünk egyébként az a fontos, hogy és nyilván kvázi pénzügyi intézményként nekünk az a fontos, nem az a fontos, hogy vegye föl, hanem hogy fizesse vissza. Azért ugye el kell mondani, hogy a 8-9% nem fizeti vissza a hitelét. Annak is van egy része, hogy azért nem fizeti vissza, és Y-generáció, mert fogalma sincs, hogy például egy hitelt vissza kell fizetni. Tehát embereknek, diplomás embereknek adott esetben el kell magyarázni, hogy ez nem olyan hitel, amit a haverodtól kaptál, hanem ezt bizony vissza kell fizetni. És nagyon sokszor kiderül, mert egy évig nem fizet ugye egy diák, akkor átkerül a NAV-nak végrehajtás keretében, nyilván egy NAV-tól, hogy mondjam, nem lehet elbújni, és akkor derül ki nagyon sokszor, amikor ebbe az egy év során megkeressük ma már személyesen, és az ügyfeleket is, hogy nem nyitja ki az e-mailjét. Most azt, hogy egy postaládát nem nyit ki egy 20-valahányos fiatal, az természetesen az én lányom se nyitja ki, mikor elmegyek hozzá, és én veszem ki a postaládából. De ugye azért döbbenetes, mert gyakorlatilag akkor szembesül, hogy
végülis nem a fizető készségével, hanem a képes. Tehát a készségével van a baj, mert képes lenne fizetni, csak egyszerűen fogalma sincs, hogy neki kéne fizetni. Tehát ezek mind olyanok, amik a pénzügyi tudatosságot illetően, nekünk is van, ebben nagy szerepünk van, hogy egyszerűen foglalkozni kell vele, és ezeket nekünk oktatni kell, és el kell magyarázni. És nyilván minél hamarabb, tehát ez már gimnazista korban kell, hogy a gondolkodásukban benne legyen a fiataloknak. A osztályfőnökjörökat említettem, itt gyakorlatilag a mi munkavállalóink, marketingigazgató és a csapata és vannak regionális képviselőink, hiszen a országot lefedve 4 regionális képviselőnk járja az egyetemeket, főiskolákat és a kapcsolatot tartják. Ezeken az osztályfőnöki órákon tudunk gyakorlatilag átadni olyan tudást, amire szükség van. Azt is hozzátéve, hogy nyilván nem a Radnótiba meg az elit gimnáziumokba megyünk, mert ott teljesen értelmetlen, hiszen nem a diákhiteleseknek a köre nem ebből a körből kerül ki, hanem mondjuk Nyírbátorból és egyéb, és vidéki helyekről, és Budapesten is azokról a helyekről, ELTE az egyik legfőbb ugye fölvevőnk, vagy a közgáz is, de ott ugye az önköltséges hallgatók a lényegesek, tehát azokat az intézményeket keressük meg, ahol gyakorlatilag szemben, tehát 70%-os az az arány, 70% fölött van azoknak a érettségizett hallgatóknak az aránya, akik később bekerülnek a felsőoktatásba. Szülői értekezlet, és ahogy említettem már, azzal szembesültünk, hogy nagyon sokszor azzal is szembesült, nagyon sokszor látható volt, hogy ezeken a beszélgetéseken kiderült az is, hogy a diák nem vallja be a szüleinek, hogy neki diákhitele van, és pontosan azért nem vallja be, mert a szülő eleve lebeszélte volna, nem engedte volna. És lehet, hogy azért veszi föl a diák, mert segíteni akar, de lehet, hogy azért veszi föl, mert valami olyanra szeretné használni a hitelt, hiszen a diákhitele egy, az gyakorlatilag olyan, mint egy fogyasztási hitel, bármire el lehet költeni. Arra akarja használni, hogy valamilyen eszközt vegyen, és mondjuk a szüleinek erre nem tudnak, hogy mondjam, külön pénzforrás biztosítani a számukra, és ekkor találtuk ki azt a módot, hogy szülői értekezletet tartunk, és gyakorlatilag ugye 11 intézményben szülőkkel és különböző oktatókkal beszélgetve, vagy azokkal együtt gyakorlatilag egy ilyen interaktív beszélgetés volt, és nagyon sokszor kifejezetten hasznos volt, mert a szülőknek pontosan az az attitűdje, hogy hitel, és akkor úristen, meg a gyerek azzal kezdi. Azért hozzátenném, hogy a diákhitel egynek azért van egy plafonja, a havi 70 000, tehát igazán mondjuk egy 2,5 millió az, amivel körülbelül mondjuk, ha valaki maximum fölveszi a hitelét, tud kezdeni egy dolgozó életet. Diákhitel 2-nél ugye nincsen plafon, ott egészen magas is lehet, de gyakorlatilag a két hitel felvételnek a maximális összeg az körülbelül ugyanaz. 10-20 000 forint különbség van, tehát szemeszterenként 230-250 000-et vesznek föl a diákok, tehát nincsen igazán különbség. Azt látjuk, hogy ez nagyon hasznos, hogy a szülőket is megkeressük edukációs kilátáson, és nagyon sokszor a kollégám elmondják, hogy alapvetően nem is a diákok jönnek oda, hanem a szülőkkel együtt jönnek oda, és érdeklődnek a feltételekről, egyebekről, hiszen a diákhitelnek azért nagyon sok olyan jó pénzügyi hitelekkel szemben teljesen más előnye van, például az, hogy előtte lehet törleszteni, az előtörlesztés nem kell, semmilyen kamat nem bünteti, bármikor többet lehet fizetni. Ennek az eredménye például az, hogy a diákhiteleseink a 180-200%-ba fizetik vissza a diákhitelt, pontosan azért, mert minél hamarabb nyilván idézőben meg akarnak tőle szabadulni, és ez azt jelenti, hogy a mi számaink szerint 7-8 év. Ez a 25 éves mondjuk hitel 7-8 év alatt fizetik vissza a diákok, és nyilván nagyon sokszor szülei segítséggel, hiszen nagyon sokszor a szülők is besegítenek ebbe a visszafizetésbe. Reklámkampányok, ugye ez, amiről beszéltünk, hogy igazán nyilván mi azt súlykoljuk, hogy a diploma az kifejezetten egy előny. Nyilván, ahogy te is beszéltél, ezért meg kell dolgozni. Szóval úgy nem esik senkinek az ölébe, hogy gyakorlatilag nem megyek el előadásokra, vagy ha elmegyek is, akkor nem azzal foglalkozom. Ezért igenis tanulni kell, sokat kell tenni, de nyilván, hogyha valaki ezt megfelelő módon teszi, akkor ez biztos, hogy vissza fog fizetődni, és nem csak az informatikusok.
bankoknál, hiszen ma azért látjuk, hogy ez egy teljesen más, gyakorlatilag a bankárok vagy a pénzügyes szférába került mondjuk ilyen szakma, hanem minden más, aki diplomával rendelkezik, annak sokkal könnyebb élete lesz anyagilag mindenképpen. És ezek a kampányaink, ezek gyakorlatilag ezt szolgálják. A pénzügyi iránti alapítványról is többször szó esett. Ugye nyilván mi büszkén mondhatjuk, hogy az egyik alapítója és a tag három alapítója van, a Magyar Nemzeti Bankon kívül a Bankszövetség és a Diákhitel Központ az alapítója a pénzügyi alapítványnak. Ez a pénzügyi alapítvány gyakorlatilag a pénzügyi tudatosság terjesztéséért jött létre, és ebben munkálkodik, én azt gondolom, hogy hathatósan. És ugye itt van a pénzre váltható tudás, ugye ez egy nagyon fontos terméke a pénzügyi alapítványnak. Jelenleg most egy kandidálási időszak zajlik, 1100 középiskolában használják már ma is a pénzügyi alapítvány által felkért pénzügyi szakemberek által írt tankönyveket, és ez az 1100 középiskolából végül 6 középiskola kerül ki majd győztesen, és ott gyakorlatilag egy projekt 7 keretében gyakorlatilag egy dózist kapnak a pénzügyi ismeretekből, szakemberekkel együtt beszélgetve, ismert embereket fölkérve, akik fiatal embereket, akik elmondják, hogy ők annak idején, nyilván egy fiatalnak az a legjobb, hogyha valaki, és egy hozzájuk közel álló, mondjuk ismert sportember, vagy zenész, vagy bárki, akit ismernek, és tudják, hogy lett belőle valaki, azt meghallgatják, és elmondja, hogy ő gyakorlatilag minek köszönhette ezt a sikerességét, azon kívül tehetséges volt, az nyilván egy alap, de azon kívül a szorgalmának, tanárainak és a tanulmányának, és mondjuk adott esetben bármilyen segítség, mondjuk például a diákhitelnek is köszönheti, ezt nyilván zárójelben mondom, és ez nagyon fontos, és nagyon látjuk, hogy ez az a megjelenítő erő ma gyakorlatilag, amivel a fiatalok azonosulni tudják, hiszen látják a példát, hogy mivé lehet jutni, nyilván szorgalommal és tehetséggel. A pénztár ugye alapítása, megalakítása óta gyakorlatilag a Diákhitel Központ, hiszen ez egy non-profit szervezet, nekünk egy nagy nulla mindig az eredményünk. Mi nem semmilyen eredmény. Ez egy adottság, kormányrendelet írja elő, ezt jobbra-balra mi 5 évig tologathatjuk a számainkat. Ez azért fontos, hogy a diák sose kerüljön olyan helyzetbe, hogy adott esetben, ha bármilyen dráma történik, akkor az a kamat növekmény az később legyen eltolva, illetve hogyha, mint az elmúlt években látható volt, hogyha a források ilyen jelentős mértékben csökkentek a forrásköltsége, akkor ezt úgy tudja visszaadni a Diákhitel Központ, hogy ma például a Diákhitel 1-nek 2,3 a kamata, és mondjuk amikor én idejöttem 2010-ben, akkor azért 8% volt, és azért az nagyon jelentős dolog, hogy ennyire lecsökken. És nyilván ez... Én is azt láttam zsűritagként, már én szoktam néha Gyurival utána vitatkozni, hogy muszáj olyan kérdéseket föltenni, amire nem, hogy én nem tudok válaszolni, nem azért, mert én valaki vagyok, hanem olyan kérdéseket, amit szerintem 17 éves embertől nem biztos, hogy meg kéne kérdezni. És akkor mindig az a válasza, hogy de nézd meg, hogy mégis van, aki tud válaszolni rá, ami nyilván azért okoz sokszor dilemmát, mert nagyon, az én számomra is nagyon meglepő, és nagyon sokszor látom, hogy vannak igenis, tehát ahogy a mi korunkban is volt mindenki, amikor fiatal, akkor nyilván szeret mást is csinálni, szórakozni, adott esetben link lenni, én is elég élen jártam ebbe, de az élet utána azt igazolja, és itt el is látom a fiataloknál, ugyanolyanok, tehát tanulnak, szorgalmasak, és nagyon sokszor olyan tudásra tesznek már szert 17 évesen is, hogy az ember, hogy mondjam, respektálja, és akkor nagyon jó ezt látni. Ugye van a pénzügyi tájoló a társaságnak, ez is már egy elég régi termékünk, ezt a honlapon lehet elérni, ezt azért tartjuk fontosnak, mert ez az, amivel beszéltem, amikor valakit fölvesznek, és ugye számba veszi, hogy mennyibe kerül majd neki a tanulás, és nyilván itt azokról beszélek, akiknek szüksége van valamilyen pénzügyi segítségre, mert nem olyan a családi háttere, akkor érdemes a honlapot felkeresni, megnézi a pénzügyi tájolót, beütő Debreceni Tudományegyetem,
akármelyik szak, és akkor ott látni fogja, hogy milyen ösztöndíjat, milyen juttatásokat kap az egyetemtől, illetve látja azt adott esetben, hogy milyen költségekbe kerül oda menni, egy budapesti hallgatónak, albérlet és egyéb költségek, és a kettőnek van nyilván egy eredője, egy plusz-minusz, és hát nyilván, hogyha minuszosod ez a számításnak az eredménye, akkor nyilván mi megjelenünk azzal, hogy van egy lehetőség diákhitelt fölvenni, de hangsúlyozom, de azért nagyon jó, mert így gyakorlatilag a szülő együtt a diákkal, a gyerekkel meg tudja nézni, és el tudja dönteni, hogy egyáltalán hogy finanszírozzák majd a tanulmányait az elkövetkezendő években. Online kampányunk ez most volt idén, ugye ez a felvételizők hétvégéje, itt volt egy website, www.felvételiz.hu, és így gyakorlatilag az OH elnöke, az EMMI-nek a helyettes államtitkára és egyetemi előadók, hogy a mi marketing igazgatónk és egyik regionális képviselőnek a videóját lehetett megnézni, és hogyha valaki megnézte, lehetett élő csetelésben is lehetett gyakorlatilag kérdés-válaszokat kapni azoktól a felkért oktatóinktól, vagy felkért előadóinktól, akik mindenre megpróbáltak válaszolni, és azt gondoljuk, hogy ez egy új kezdeményezésünk volt, pontosan azért, mert látjuk, hogy vannak olyan felületek, amit a fiatalok használnak, és nekünk is azt kell követni, hogy elérjük őket. És a végén van a társaságnak szintén 5 éve a honlapján elérhető, ez egy havi kiadvány, ami a Skip magazin, ami gyakorlatilag alapvetően a fiataloknak szól, de én azt gondolom, hogy bármely felnőtt is nyugodtan olvashatja. Ebben van mindig egy külön pénzügyi rész, egy kétoldalas rész, amit a GTTS, ez a Gazdasági Tudományos Társaságok Szövetsége, akik egyébként a pénziránytű alapítvánnyal is közösen szponzorálja a lapot, és ővelük közösen érdemes olvasgatni, nagyon hasznos kiadvány, kifejezetten szórakoztató, ez gyakorlatilag interneten érhető el a honlapon. És hát köszönöm szépen a figyelmet.